No, akkor kezdjük az adást Véna Szályi Mártával. Kezét csalkam, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Keresztes László Lórántal, jó reggelt kívánok. Köszönjük szépen, hogy mindketten itt kezdik a napjukat. Elég ijesztő jövőt jósolt, hogyha ez a napok óta közbeszédet hát elvívő vagy tematizáló önkormányzati bérlakás törvénymódosítását. Úgy fogalmazott, hogy a budai várból egy nagy Airbnb központ lesz, hogyha ez így ebben a formában átmegy. És ez nyilván itt kiemelt probléma, de máshol is igaz. Van olyan módosítás, amivel elfogadható lenne ez a törvényjavaslat? Csak így nem? Vagy ez sehogy nem lehet jó? Nem reparálható? Ez a törvényjavaslat, ez bűnben született. Olyan, mintha a lakásmafia mondta volna tolba. Ennek a következtében elveszítik az önkormányzatok a bérlakás vagyonukat, tehát kifosztják az önkormányzatokat, kiszolgáltatottá teszi a bérlőket, és megakadályozzák a szociális bérlakásrendszer működtetését. Látni kell, hogy 21 évig egy fideszes polgármester volt az első kerület élén, aki a tevékenységével megterített a kormány közeli köröknek a vár bevételére gyakorlatilag. Ugye most mi vagyunk ott az önkormányzat vezetésében, mi jogszerűen működünk, kénytelenek emelni a tételt, és törvénnyel lehetővé tenni ezeknek a köröknek a vári lakáshoz jutását. Én így értelmezem a törvénynek a születését. Hát azt mondja, hogy tényleg emiatt a várban lévő helyzet miatt Börösz László benyújtott egy komplett törvényjavaslatot? Én azt gondolom, hogy ez volt a kiinduló pont, amit aztán kiterjesztettek országos méretűvé. És de miért? Miért tették volna ezt? Azért, mert az országos önkormányzati bérlakás vagyon sokkal nagyobb, mint az első kerületi. Így sokkal több lakást lehet elvenni, sokkal több önkormányzatot lehet kifosztani. Látjuk, az elmúlt egy év az önkormányzatok szisztematikus kifosztásáról szól. Hogyha valóban az első kerületi vári műemléklakások ügyét akarták volna megoldani, erre lett volna lehetőség. 21 évig volt az előző fideszes polgármester, ebből 15 éven keresztül Fidesz kormányzás volt, maga a polgármester több cikluson keresztül parlamenti képviselő is volt. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem a vári bérlőknek a helyzetét akarják megoldani, ahogy én szerettem volna megoldani az ő helyzetüket. Én azért vállaltam az önkormányzati kampányban azt, hogy kezdeményezni fogjuk, hogy megvehessék majd a lakásukat, mert hogy ezeknek az embereknek, akik 94-ben kiestek a privatizációból, van egy valós történelmi sérelmük, és én azt gondolom, hogy őket valóban valamilyen módon kompenzálni kell, mi ezt készítettük elő a lakásrendeletünkkel is, és ezt szeretnénk elérni. Tehát mondjuk, hogyha csak ők vehetnék meg ilyen nagyon kedvezményes módon, az például egy jó irány lehetne. De akkor mi alapján dőlne el, hogy ki veheti meg és ki nem? Mi az ön javaslata? Az önkormányzatoknak kell ezt mérlegelni, mint minden felelős tulajdonosnak. Az önkormányzatoknak egy felelős lakásgazdálkodást kell folytatni. Ez a törvény pont ezt teszi lehetetlenni, ez a törvénymódosítás. Ez a törvénymódosítás akkor mehetne jó irányba, hogyha egyrészt garantálnák azt, hogy az önkormányzat szabadon rendelkezik a vagyonával, tehát nem kötelezik az eladásra, hanem lehetővé teszik. Ugye pillanatnyilag az első kerület nem adhatja el ezeket a lakásokat, nem tehetem meg akkor se, ha szeretném. A másik az lenne, hogyha aki kedvezményesen vásárolt az önkormányzattól ilyen bérlakást, az legalább 15 évig nem adhatná el. Hiszen ez teljesen nyilvánvalóan ingatlan spekulánsoknak, a lakásmafiának kedvez. Harmadszor pedig, hogyha azokat a lakásokat kivennék ebből a körből, amelyek nem hosszú távra, határozatlan időre szóló bérleti viszont jelentenek, tehát az önkormányzat mondjuk építette, vagy pályázat útján rövid távra adta bérbe ezeket a lakásokat. Nagyon szeretnénk, hogyha természetesen azért Keresztes László Lóránt is meg tudna szólni, de még 5 másodpercet adjon, olyan kedves. Csak egy adatot várnék, bocsánat, a polgármester asszonytól, hogy hány ilyen lakás van önöknél a várban, ami mondjuk önkormányzati és akár az első kerületben összesen 1100 lakás van. 1100 lakás, köszönöm szépen. Nem csak, hogy akkor ezt a témát nézzük meg a parlamenti törvényhozási szempontból, és hogy mit látnak, hogy lesz módosítás, mert ugye Börösz László azt mondja, hogy visszavonni nem fogja, de hogy figyelnek a kritikákra, és hát komoly fideszes kritikák, és most legutóbb a debreceni polgármester is kritizálta ezt a javaslatot. Én azt tudom mondani, egyetért a polgármester asszonnyal, hogy az eleve elfogadhatatlan irány, hogy törvényi erővel kötelezzék az önkormányzatokat, hogy az önkormányzati vagyont képező lakásállományt
értékesíteni kelljen. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Ugye itt hallhattunk néhány fideszes polgármestert megnyilatkozni, például Cserpalkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét, illetve az egyik budapesti polgármester azt mondta, hogy marhasság ez a törvényjavaslat. Ez azért sokat mond szerintem, hogy egy fideszes törvényjavaslatra egy fideszes polgármester azt mondja, hogy marhaság. Mondjuk én ezzel nem tudok egyetérteni, mert szerintem ez bűn, tehát ez rablás, ami ebben a törvényjavaslatban benne van. Tehát, hogyha ez az iránya marad ennek a törvénynek, hogy kötelezik az önkormányzatokat, hogy eladják ezeket a lakásokat, az semmilyen módon nem elfogadható. És én felhívom a figyelmét, akár ugye a televízió képernyőjén keresztül is minden önkormányzati politikusnak, ugye jellemző most inkább a kormánypártiaknak, hogy mindennél esküdtettek arra, hogy megvédik az önkormányzatok vagyonát, megvédik az embereknek a vagyonát. És ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy egy akár így a közösségi médián keresztül egy kormánypárti polgármester is elmondja, hogy ez milyen gyalázatos célokat szolgál ez a törvényjavaslat, de szerintem ennél most többet kell tenni. Tehát konkrétan tiltakozni kell ezzel a rablás ellen, és elmondhatom, hogy az országosan kb. 100 000 lakást érint, és az ugye vidéki városokban is ugyanilyen probléma. Tehát, hogyha mondjuk csak az én városomat, Pécset megnézzük, ugye ott szintén egy több ezres önkormányzati lakásállomány van, de rengeteg ember vár arra rászorultsági alapon, hogy ilyen önkormányzati lakáshoz hozzájusson. Hogyha kiveszik az önkormányzat kezéből ezt a lehetőséget, ha elveszítik az önkormányzatok az ingatlanokat, akkor ezeknek az embereknek nem tudnak lakhatást biztosítani. Mi a tiltakozás útja? Ugye egyrészt a Gémes György azt mondta, ha átmegy, akkor alkotmánybíróságra kell menni, és itt egyik reggel úgy is fogalmazott, hogy egyfajta polgári engedetlenségként ő ilyen adásvételi szerződést nem fog aláírni, mint polgármester. Mit hallanak? Esetleg más polgármester vagy ön erre az útra lépne? Ez működő tiltakozási forma? Nagyon nehéz, mert egy polgármester nem a saját bérlői ellen szeretne működni, hanem a saját bérlőinket szeretnénk jó helyzetbe hozni, nekik szeretnénk szolgáltatásokat nyújtani, nekik szeretnénk méltó lakhatást biztosítani. Én azt gondolom, hogy az országgyűlés van abban a helyzetben, hogy ne szolgáltassa ki se a bérlőket, se a polgármestereket és az önkormányzatokat egy ilyen szabadrablásnak. Uh-huh. És azt tudom mondani, ezt megerősítendő, hogy látod, hogy ez egy döbbenetes tendencia. Ugye a közvagyonnak a kilapátolása, a közvagyon kiszervezése, illetve az önkormányzati tulajdonú lakásoknak a privatizációja. De ugyanehhez sorolhatnám az egyetemeknek, a majdnem teljes állami felsőoktatásnak a kiszervezését. Gyakorlatilag 6 egyetem kivételével a teljes magyar felsőoktatást magánosították, magánegyetemként működnek tovább, és a másik oldalról pedig azokat a forrásokat, az uniós fejlesztési forrásokat, amivel próbálták indokolni az indokolhatatlan, azt pedig meg sem adják. Tehát ugye a szavazás után 2 nappal bejelentették egész egyszerűen, hogy nem kapják meg az egyetemet. Mekkora összegről van szó? Igen, mert készültünk Emiliával erre a kérdésre, hogy ez a bizonyos helyreállítási alapnak egy részét kéri csak a magyar kormány. Volt 1200 milliárd forintnak megfelelő összeg, ugye, amit igényelhettünk volna, de mégsem. Ebből az oktatása mennyi ment volna, vagy mehetett volna első oktatása? Ugye 1500 milliárdról indult. Tehát Palkovics László januárban 1500 milliárdot ígért az egyetemeknek, mint történelmi fejlesztési lehetőséget. Ez valamilyen utómódon csökkent 1200 milliárdra, de hogyha megnézzük a most benyújtott második változatot, abban 119 milliárd szerepel mindössze. Tehát az 1500 milliárdhoz képest 119 milliárdot szánnak az egyetemek fejlesztésére. Ez egészen döbbenetes, és már hallunk sajnos olyan egyetemi fejlesztéseket, amik esetében valószínűleg le is kell állítani őket, hiszen nincs az egyetemeknek ereje, nincs forrása, hogy ezeket megcsinálják, és hogyha megnézik a központi költségvetést, aminek ugye tegnap kezdődött el a vitája, akkor láthatjuk, hogy a központi költségvetés sem pótolja ezeket a forrásokat, ugye, mert ígérte a kormány, hogy hát, hogyha nem az uniós pénzből, akkor majd más módon megoldják, nincs benne. És én kérdeztem... Hát mondjuk ekkora összeget azért nehéz találni, 1200 milliárdot. Nehéz találni, de egyébként sorolhatnám hosszan azokat a tételeket, amiket egészen jó szívvel kitörölnék a költségvetésből, ami nem a magyar emberek érdekében történik. De csak egy döbbenetes számot mondok. A magyar kormány többet akar elkölteni a Fudan Egyetem kampuszának a felépítésére, mint egy év alatt a teljes magyar felsőoktatás finanszírozására. És hogyha még egy számot mondhatok, látható az is, hogy a kormány tervei szerint a kínai egyetemen körülbelül 10-szeres fizetésért dolgozhatnak majd az oktatók, mint a magyar egyetemeken, ahol megalázóan alacsonyak a bérek. Hát igen, ugye volt egy hír a Direkt 30 cikke nyomán, hogy akár 6 milliós oktatói fizetések is, és olyan 2-3 milliós éves tandíjral lehet készülni. De mi lehet annak az oka, hogy ezt a 1200 milliárdot otthagyja vagy benhagyja
az uniós költségvetésben a kormány, mert ugye ellentétesek a hírek. Egyrésztről oknyomozó újságírók azt mondják, hogy gyakorlatilag december óta figyelmeztet Brüsszel arra, hogy ez az autonómia kockázatokat rejtő modellváltás, ez nem fog átmenni, és ezt vizsgálni fogják. Viszont talán Gulyás Gergely meg úgy fogalmazott, hogy semmilyen probléma nem volt, és nem volt ebből vita az unióval. Én úgy látom, hogy az egyetemek kiszervezése és politikai irányítás alá helyezése az, amit mondjuk Brüsszel nem nézett jó szemmel, és elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a kormány beáldozta ilyen módon a lehívható fejlesztési forrásokat. De ugye arról is beszélnek még, hogy nem akarnak hitelt fölvenni, nem akarnak eladósodni. Pontosan tudjuk, hogy az unióból egy nagyon-nagyon kedvezményes hitelt lehetne lehívni, a másik oldalról pedig csak a Fudan Egyetemre 450 milliárd hitelt vesznek föl, hogyha Budapest-Belgrád szintén egy kínai érdekeltségi projektet nézzük, ott 700-750 milliárdot költenek el. Tehát egy éves távlatban, hogyha két döntésről beszélünk, az már úgy bőven több mint 1000 milliárdos eladósodás Kína felé, lényegesen rosszabb konstrukciókkal. Ezt egyébként mondjuk a budai várban az ott élők mennyire érzik problémának ezt a Fudan Egyetem történetet, mert ugye konkrétan nem érintettek annyira, mint mondjuk Ferencvárosban vagy Csepel környékén lakók. Ez ott mennyire üti meg az ingerküszöböt? Azért is lényeges ez, mert hogy ugye elindítják ezt a konzultációt most az ellenzéki pártok ebben a kérdésben. Ugye volt egy olyan időpillanat is, amikor még volt arról szól, hogy a Fudan Egyetemnek valamilyen intézménye jön a budai várba, a Szentháromság tér környékére, és egyébként ennek az egyetemnek a működése már évek óta zajlik a Palasz Athéné házban, abban a bizonyos MNB alapítvány által felújított házban. Nem annyira kedvelik a budai várban élők ezt az egész projektet. Szerintem teljesen egyértelmű az első kerületnek az álláspontja. Nem a CEU-t kellett volna elüldözni, és helyette behívni a Fudan Egyetemet. Említette ugye a beszélgetésünk közben polgármester azt mondja, hogy 1100, ugye jól emlékszem, hogy 1100 önkormányzati lakás van ott az első kerületben. Ön, amikor polgármester lett, emlékeim szerint ugye azt ígérte, hogy szinte minden kétes jellegű ilyen bérleti szerződést majd felül fognak vizsgálni, és ha találnak olyat, ami teljesen szembe megy a joggal és a szabályokkal, akkor ott bizony rendet fognak tenni. Hány ilyen problémát sikerült megoldani az elmúlt másfél évben, két évben? Megoldani. Azt viszonylag keveset sikerült, hiszen pár esetben fölmondtuk a szerződést, például ahol rövidtávú szállásszolgáltatásra használták a lakást, vagy nem rendeltetésszerűen használták Ennyi a lakást. Lakás volt? Az a pár, az mit jelent? 3-5. Tehát ugye ez viszonylag kevés, hiszen csak rajta tetten lehet ezeket felszámolni. Két esetben, egyéb esetben pert indítottunk. Nem véletlen, hogy most jöttek ki ezzel a törvényjavaslattal, hiszen az egyik peres eljárásban a bíróság első fokon nekünk adott igazat abban a színlelt lakáscsere szerződésben, és ugye hát Bajer Zsoltnak a ügyet is perre vittük, úgyhogy látható, hogy az eddig precedens nélküli ügyekben elkezdtük a tisztogatást, és igenis veszélybe került sok ilyen embernek a kedvezményes lakásviszonya. Az 1100 egyébként azok a lakások, amelyek a törvény ereje által elidegenítési tilalom alatt állnak, tehát amiket nem adhatunk el. Összesen 1422 lakása van a budavári önkormányzatnak. És ez az egész elszámoltatás témakör, amire ugye most Jakab Péter is a bevezetőben említett akcióját felhúzta, ez vajon a kampányban, illetve azon túl egy esetleges kormányváltás után mennyire lesz fontos téma, mert ezt általában szeretik a pártok hangoztatni, aztán ebből sikersztoria nincsen, se pró, se kontra, nem nagyon sikerült egyik kormánynak sem ez. Én azt gondolom, hogy nincs olyan forgatókönyv, hogy a most kilapátolt, kiszervezett közvagyont ne adjuk vissza a magyar embereknek. Ez az egyik legfontosabb célja, a legfontosabb eleme lesz majd a kormányváltásnak. És ha mindenről van papír, minden le van papírozva? Én azt gondolom, hogy egész biztosan mondhatom, hogy van olyan jogi eszköz, amivel ezeket a gyalázatos intézkedéseket meg lehet változtatni. Tehát azt a közvagyont, azt a hatalmas mennyiségű közvagyont, amit az elmúlt időszakban kiszerveztek, és egyébként egy döbbenetes módon egy járványügyi helyzetben szerveztek ki, azt vissza fogjuk adni a magyar embereknek. Még egy utolsó kérdés, mert foglalkozunk ezzel a témával, de tulajdonképpen ezt a javaslatot, már mint az önkormányzati lakások értékesítésére, ezt lehetne valamilyen formában működtetni, nagy-nagy átalakításokkal, módosításokkal, vagy úgy, ahogy van, ezt az egészet lesöpörnék az asztalról?
Ez egy teljesen vállalhatatlan kezdeményezés. Az önkormányzatok azok tulajdonosok. Felelős lakásgazdálkodást kell, hogy folytassanak a kerületben, vagy hát az önkormányzat területén élők érdekében. Az alaptörvény is azt rögzíti, hogy a nemzeti vagyon, és ez a nemzeti vagyonnak a része, az arra szolgál, hogy közfeladatokat lássanak el vele. Ez a törvény gyakorlatilag ezt teszi lehetetlenné. Ugyanaz fog történni, mint a rendszerváltás után, amikor a lakásmafia miatt embereknek a tömegei váltak földön futóvá. Hát nyomon követjük ennek a törvénynek a sorsát. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.